Sziasztok! Azt mondtam, hogy a mai részben majd vírust fogunk elemezni, és ez valamilyen szinten így is lesz. De van egy pár dolog, amiben szeretném a segítségeteket kérni. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és ahogy láthatjátok, egy kicsit új a setup, egy új kamerát próbálok ki. Eddig ugye a mobilomnak a front kamerájával vettem föl a részeket, és gondoltam, hogy kipróbálok egy viszonylag jó webkamerát, de azért vannak fenntartásaim. Például a fókusszal kapcsolatban, hogy vajon a fókusz jó lesz-e, vagy nem emászik el, vagy mi lesz. Egy kicsit szenvedtem vele, hogy sokkal több fény kell neki egyébként ahhoz, hogy a mozgás az olyan jó legyen, és ne homályos legyen a kezem, mikor mozog, úgyhogy nem mindegy, nézzük meg. Én arra vagyok kíváncsi leginkább, hogy mit gondoltok erről a minőségről, jobb vagy rosszabb, vagy mi legyen vele. Egyébként ez a kamera, ez tud többféle látószöget, ez most a legszélesebb látószög, a 90 fokos. Még nem tudtam Linux alatt rávenni arra, hogy a másik kettőt kipróbáljuk, illetve tud 4K-t is fölvenni, úgyhogy esetleg jövő állóbb lehet, mint a telefonomnak a front kamerája, de igazából nem tudom, hogy jó vagy nem, úgyhogy ebben légy szíves, segítsetek nekem. A második dolog, amiben a segítségeteket szeretném kérni, az pedig nem más, mint az, hogy mi legyen ezekkel a YouTube reklámokkal. Ugyanis most már egyre többször azt veszem észre, hogy amikor simán valamit keresek mondjuk egy régebbi videómban, és akár a saját videómat nézem meg, akár inkognitó ablakban, akár a rendes bejelentkezett useremmel, akkor bizony a YouTube egyre többször dob be elé reklámot, aminek én nem annyira örülök, főleg, hogy így igazából olyan reklámot dobhat be elé, amit csak ő akar, és ezt annyira nem szeretném. Mi lenne akkor, hogyha bekapcsolnám a videóimnak a monetizációját, ilyen csúnya szóval élve, mert akkor esetleg megmondhatnám én azt, hogy milyen típusú reklámok jelenjenek meg, és mondjuk csak az elején, vagy csak a végén. Tudom jól, hogy mindig azt mondtam nektek, hogy nem fogok ilyet csinálni, mert nem ez a csatornának a lényege, és ez most tényleg egy ilyen, nem is tudom, ellenlépés lenne a YouTube-ra, ugyanis ha már úgyis ott van az a nyomorult reklám előtte, akkor legalább hagyd mondjam meg én azt, hogy milyen reklám lehet, illetve hogyha abból van néhány dollárnyi bevétel havonta, akkor azt lehetne arra fordítani, hogy például kicsit fejleszünk a technikán, vagy beruházunk olyan dolgokba, amit egyébként nem biztos, hogy megtennék. Mit gondoltok erről? Légy szíves, ezt is kommentben esetleg nyomjátok be nekem ide a videó alá, mert tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ez nagy arcvesztés lenne számomra, vagy ez egy elfogadható kompromisszum. Jó? No, és akkor térjünk is rá a mai témánkra, ami pedig nem más, mint egy, hát, makrovírus. Egyik barátom szokott nekem néha írni, akár Viberen, akár más csatornákon, vagy fölhív, hogy hé, kaptam egy ilyen gyanús dolgot, megnyithatom, vagy nem. És hát tudni kell róluk, hogy kereskedelemben dolgoznak, úgyhogy sokszor jön hozzájuk ténylegesen ajánlatkérés, de amikor mondjuk látszik azt, hogy a kiterjesztése az már ISO, vagy RAR, vagy ilyesmi, akkor már tudja a barátom, hogy oké, ezt nem biztos, hogy meg kell nyitni, főleg, hogyha nem voltunk soha kapcsolatban azzal, aki a feladója lenne ennek. Sőt, ha jól tudom, már olyat is csinált Oli barátom, hogy ilyenkor szólt annak a cégnek, akitől jött a levél, hogy hé, bocs, de lehet, hogy valami vírust benyaltatok, mert mostanában sok ilyen jön a ti címetekről. No, miről volt szó? Ismerős barátom kapott egy e-mailt ajánlatkérés címen, és hát nem tudta megnyitni, mert a Windows Defender azért már lefülelte a dolgot, úgyhogy kértem tőle, hogy küldje át nekem, hát ha meg tudom nézni azt, hogy mi is ez. Na, váltsunk nézetet, és mutatom azt, hogy mit láttam akkor, mikor LibreOffice-ban megnyitottam ezt a doksit. Mit látunk? Ugye azt, hogy van néhány cella bezöldítve, ki van írva, hogy hú, bizony ez egy 2021-es verziójával készült az Excel-nek, úgyhogy Léci, kattints ide föntre, hol lenne valami, ahhoz, hogy meg tud nyitni. Ugye itt is írja sárgával, hogy ahhoz, hogy meg tud nézni ezt a dokumentumot egyáltalán,
rá kell döknöd, hogy igen, elfogadod a biztonsági kockázatot, és egyébként is nyugodtan ezt a doksit nyisd meg, mert hát ezzel a régi verzióval csak így lehet megnyitni. No, vajon mi lehetne itt? Ezt nem fogjuk megtudni. Egyrészt azért, mert már a barátomnak a vírusírtója ki gyomlálta ebből a dolgokat, tehát nincs benne makró, másrészt pedig azért, mert LibreOffice esetében valószínűleg nem pont ott jönne fel ez a dolog, illetve a LibreOffice nem is biztos, hogy tudja futtatni azokat a makrókat, amit egy Excel fájlba raknak bele. Na de mégis mi lehetett ebbe a vírusos Excelbe, vagy malveres Excelbe, és hogy lehetne ezt kideríteni? Nos, van egy olyan Linux disztribúció, amit úgy hívnak, hogy Remnux, amit tele van mindenféle ilyen malware analizáló cuccokkal. Megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy ismerője a Remnuxnak, de volt valamiképpen Hacktivity-n vagy Besides-on egy workshop, amikor ezt a Remnuxot használtuk, és onnan tudok egy pár dolgot, illetve utána néztem, mert tudom azt, hogy mondjuk makrókat ki lehet szedni bizonyos fájlokból így. Úgy nézzük is meg, hogy hogy működik ez a Remnuxban. Mindjárt átváltok rá. Ígyni. Hoppá. Nos, van itt nekem két XLSM-em. Az egyik az ajánlat XLSM. Ez pontosan az, amit az előbb láttatok, amikor a LibreOffice-on meg volt nyitva. Tehát ez van itt a Remnuxban benne. És van egy olyan egyszerű eszközünk, hogy olevba, aminek meg kell adni egy file nevet, ilyen esetben ajánlat.xlsm, és ebből ő megpróbálja kinyerni a benne lévő makrókat, illetve azokat a dolgokat, amik ártalmasak lehetnek. És ahogy látod, ebben nem talált igazából semmit, tehát nincsen semmiféle makró benne, ami azt mutatja, hogy a Defender az jól működött és kinyírta ezt a dolgot. Egyébként valószínűleg ez egy régebbi makró vírus lehetett, és ezért jó hatásokkal lehetett ezt hatástalanítani. No, menjünk vissza. Van itt viszont egy vir.xlsm, ez egy rendes vírust tartalmazó fájl. Hogy honnan lehet ilyet beszerezni, azt elmondom nektek. Van egy olyan weboldal, hogy virusshare.com, és ezen a weboldalon, hogyha beregisztrálsz, akkor mindenféle vírusokhoz hozzáférsz, és tudsz így keresni, hogy olyan vírusokat keresek, aminek például XLSM a kiterjesztése, de torrentben le tudod tölteni akár a teljes vírus adatbázist is, ami hát igen-igen sok, tehát igazából ez hát több gigabyte, sőt több terabyte-nyi anyag, amit le tudsz szedni. Tipikusan egyébként ez kutatóknak van, hogy vírus mintákat tudjanak elemezni, illetve ezekkel tudjanak tanítani például mindenféle védelmi rendszereket. Na de menjünk is vissza a lényeghez, ugyanis letöltöttem egy ilyen XLSM-et, amiben ugye van valid vírus, és nézzük meg, hogy mit mond erre az olevba. Tehát azt mondom olevba, és a vir.xlsm-et szeretném megnézni vele, hogy milyen makrók vannak benne. Hogyha ezt elindítom, akkor a végén kapsz egy hát összegzést, amit rögtön mutatja, hogy van egy automatán lefutó makró a Workbook Open-re, tehát amikor megnyitod ezt a fájlt, akkor rögtön el fog futni, és van még néhány egy gyanús dolog. Na, kicsit görögünk föl, és nézzük meg, hogy miket sikerült kinyerni belőle. Itt van ez a Workbook Open nevű kis makrónk, ami mit csinálhat, van néhány változónk, de a lényeg itt van, az S shellkód az megkapja a shellkód függvény visszatérését. Mi csinál a shellkód függvény? A shellkód az egyrészt fog egy nagy-nagy stringet összerakni mindenféle számokból, illetve ezeket a számokat nem is összefűzi, hanem egy parse bytes függvényt hív még rájuk, amit, hogyha megnézünk, valahol itt van benne, az is, igen, itt van fölötte, nem csinál mást, mint hogy ezeket a stringeket szétvagdossa, csinál belőle egy tömböt, amiben ezek a számok vannak benne, és igazából ezeknek a számoknak az ASCII kódjait felhasználva, ezek ASCII kódok és az
ez az ESCII kódhoz tartalmazó mindenféle karaktereket felhasználva összeállít egy stringet, amiből látszik az, hogy ez nem egy olvasható string lesz, tehát itt van benne egy 1-es byte is, meg talán még 0 is van benne valahol, bizony itt is vannak nullák, ami ugye nem egy valid string, hanem ez egy hát bináris kód lesz gyakorlatilag, egy gép számára értelmezhető kódhalmaz. Jó, tehát tudjuk azt, hogy ez összepakol valamit majd a memóriába. Oké, tehát itt van az, amit összepakoltunk. Majd lefoglal némi memóriát, és ezt a memóriát úgy foglalja le, ez nagyon fontos, hogy page execute read write, ami nem jelent mást, mint azt, hogy nem csak írni és olvasni tudja majd ezt a memóriát, de az ott lévő kódot bizony futtatni is tudja. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit fog ezután tenni. Utána megfogja, és a process memory-ba beírja a shell kódunkat. Tehát igazából, amit ő lefoglalt memóriát, ugye LP memory-ba van a visszatérési érték, onnantól kezdve a címre beírja a shell kódunkat, amit összerakott, és ezek után csinál egy új szálat, ami pontosan az LP memory-ról fog indulni. Ez a create thread, ez nem csinál mást, mint hogy aszek egy memória címet, és ő csinál egy új szállat, és az ott lévő program kódot elkezdi majd futtatni. Úgyhogy látjuk azt, hogy ez a kis makrovírus nem csinál mást, mint hogy egy, a munkafüzet megnyitásakor rögtön lefut egy makró, ami összepakol egy gép számára értelmezhető kódot, ezt beírja a memóriába, úgyhogy tudjon onnan futni is, és igazából el is indítja. Vajon mit tartalmazhat ez a shellkód? Ez az, amit igen nehéz visszafejteni, nem is tudom, hogy lehetséges egyáltalán, nem nagyon szoktam foglalkozni ilyen vírus elemzésekkel, de az biztos, hogy mondjuk ebből a bytecode-ból ebből vissza lehetne az assembly kódot fejtegetni, és onnan talán már lehetne előrébb jutni egy kicsit, ám de Windows-os assembly kód visszafejtésből, én nem vagyok annyira spiller megint csak, úgyhogy bár megtettem, de onnan túl sokat nem láttam. Ugyanakkor a vírus erre meg lehet nézni azt, hogy ha megvan ez a fájlod, vagy rákeresel erre, hogy ez mit is csinál valójában, ott nyilván vannak hivatkozások, hogy mi a vírusnak a neve, ott találsz referenciákat és leírásokat, hogy ez a vírus mit is akar csinálni. Nos, hát ennyi lenne Dióhéjban egy ilyen Excel fájlnak az elemzése, és igazából ennek ott van szerepe, hogyha például az ismerősöm küld számomra egy ilyen fájlt, hogy figyelj, nézd már meg ezt, légy szíves, hogy megmerjem nyitni, akkor a Remnux-szal ki tudom belőle nyerni a makrókat, és rögtön látszik az, hogy valami gyanús van benne, és akkor inkább nem kell megnyitni. Hiszen ennél a fájlnál is látszik, hogy oké, bár nem tudom, hogy pontosan mit csinál ez a makró, vagy ez a bytecode, ez a shellcode, ami bele van rakva, de biztos, hogy nem olyan dolgot, ami úgy valid lenne, hiszen akkor nem indítana rögtön egy új szállat a memóriába mindenféle gépi kódból, hanem akkor mondjuk a rendes makró lenne, akkor ilyen VBA, VBS script lenne, és nem egy ilyen memóriába összetákolt, összegányolt kis valami, hogy majd azt ott elindítjuk a saját útjára. No, remélem, hogy tetszett az a rész nektek, és tudtam mutatni valami újat. Van még egy pár dolgot tartsonyomban, nem feltétlenül víruselemzés. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmeteket, és kommentben várom a válaszatokat tényleg, hogy a kameráról mi a véleményetek, a képminőségről mi a véleményetek. Nyilván ehhez is kell még egy pár beállítást finom hangolni, hogy jó legyen. Illetve, hogy mi legyen ezek a reklámokkal. Szerintetek elfogadható az, hogyha az elejére vagy a végére rakok be ilyen reklám blokkot, vagy egy reklámot mondjuk, nem akarok sokat, csak hogy én mondjam meg, hogy mi az, vagy inkább hagyjuk ezt, és ha a YouTube éppen bedob elé, akkor meg legyen az. Na jó, köszönöm a figyelmet, legyetek jók, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!